Kezemre szállt, nézd csak! Szia! Nagyon örülök, hogy találkozunk. Képzeld el, velem néha előfordul, hogy a lakásban, ahol élek, megjelennek az állatok, mint ez a pillangó is itt az ablakban. Veled is elő szokott ilyen fordulni? Kíváncsi vagyok, hogy a városban találok-e állatokat. Gyere, nézzük meg együtt. Eljöttem ide a városba, de persze kérdés, hogy milyen városba a főtérre. Tippeket várom kommentben, találjátok ki, hogy melyik városban vagyok. Szóval eljöttem ide a főtérre azért, hogy megnézzem, hogy nálatok laknak-e állatok. Eddig egyébként itt a főtéren nem láttam állatokat, persze az is lehet, hogy szabad szemmel nem látható állatok vannak itt. Nyomokat is kerestem, azt se láttam eddig. Most azt fogom csinálni, hogy meghallgatom, hogy vannak-e itt állatok. A következő lesz a technikám, becsukom a szemem. Bárhol vagy, te is megcsinálhatod. Otthon, városban, van kedved, csináld velem. Tehát becsukom a szemem, és hallgatok. A hallgatok az azt jelenti, hogy nem beszélek. Akkor hallom, hogy mi van körülöttem. Tehát hallgatok. Hallok egy elektromos kocsit. Hallok lépteket. Hallok autót. Hallom, ahogy fúj a szél. Hallom valamilyen ruhának a suhogását. És most hallottam egy madarat. Ezek szerint nálatok laknak állatok. Kíváncsi vagyok, hogy van-e még több állat is ebben a városban. Úgyhogy gyertek, nézzünk meg! Főtértől eljöttem egészen a folyópartig, a Kőrös folyópartjáig, ebből már lehet, hogy tudjátok, hogy milyen városban vagyok, és itt láttam kacsákat. Itt vannak a kacsák, akik itt laknak. Bármikor ide jöhettek ti is, és megnézhetitek a kacsákat. Kíváncsi vagyok, találunk-e még más állatot is. Gyertek velem tovább! Az, hogy ha télen jöttök, és a kacsák nincsenek itt, akkor is láthattok szoborkacsákat a városotokban. Van, akinek még kalapja is van. Mindenképp keressétek meg ezeket a kacsákat. És azt is megírhatjátok, hogy pontosan hol találtátok meg őket, vagy küldhettek róla fotót nekünk. Mehetünk tovább. Nézzétek! Ezek szerint nem csak állatokat lehet találni a városban, de állatnyomokat is. Lehet, hogy éppen nincsenek itt, de a nyomukat itt hagyták. Ez lesz a kacsának a lábnyoma. Hogy látjátok, körülöttem mindenfelé állatnyomok vannak, méghozzá kacsanyomok vannak.
És most megmutatom nektek, hogy hogy tudtok otthon ti is ilyen kacsanyomokat készíteni, vagy bármilyen állatnyomokat készíteni. Ehhez szükségetek lesz a szivacsra. Ez egy teljesen átlagos mosogató szivacs, ezzel szoktatok otthon, remélem ti is segítetek anyukátoknak, és szoktatok otthon mosogatni, vagy lehet vele asztalt törülni, takarítani bármi. Szóval szükség lesz erre, szükség lesz filctorra, olyanra, aminek erős színe van, hogy látszódjon a mosogató szivacson. Okay. Szükségetek lesz még ollóra, ragasztóra, valamilyen kartonlapra, ami lehet egy ilyen sima doboznak, bármilyen doboznak, amit már nem használtok, ennek egy része, ebből ha tudjátok vágni. Szükségetek lesz még temperára, és esetleg egy ecsetre, valamint egy doboznak a műanyag tetejére, vagy bármilyen kis műanyag lapkára, amire majd a festéket tudjátok tenni. Oké. Akkor kezdhetjük is. Tehát vegyétek elő a szivacsot. Tehát az ollóval először le kell vágni a szivacsnak ezt a dörzsi részét. Legegyszerűbb az, hogyha két kisebb vágást ejtetek rajta, így, és utána lehúzzátok. Így lehet, hogy egy picit egyenletesebb lesz a felülete, mint hogyha vágnátok. Nem baj, ha nem szép, ez úgyis csak a hátoldalán lesz. Oké. A szivacsnak erre a részére lesz szükségünk. Most jön a filctoll, és filctollal rajzoljátok fel a nyomot. Ez esetben a nyomunk, a kacsanyom, az egy picit ilyen tulipán jellegű lesz. Oké. És ezután következik a vágás. Kivágjuk a kacsanyomot. Nyugodtan kérhettek hozzá segítséget is. És először nagyjából vágjátok ki, inkább hagyjátok nagyobbra, és utána még lehet rajta finomítani. És az a lényeg, hogy a felszíne, az a része, amit majd a festékbe mártunk, ott legyen a körvonal mentén kivágva. Jó, ezek után vegyétek elő a kartonlapot, és valamilyen erős ragasztóval ragasztózzátok be ezt a lapot. Nyomjátok rá, és itt várni kell néhány percet. Már csak annyi van hátra, hogy kipróbáljuk a nyomdánkat. Ehhez szükségetek lesz a műanyag fedélre, a temperára. Nyomjatok rá egy kis temperát. Ha úgy érzitek, hogy túl sűrű, akkor lehet beletenni vizet is. Az ecsettel el tudjátok oszlatni ezen a fedélen egy kicsit a festéket. És nyomjátok bele a nyomdát. Utólag még tehettek rá festéket az ecset segítségével. És ezek után pedig nyomjátok rá a papírlapra ezt a lábnyomot. Csinálhattok belőle egy teljes sétanyomot, mint hogyha a kacsa itt menne ezen a papíron. Az enyém így néz ki. Ha van kedvetek, ti is készítsétek el a kacsanyomot, vagy kereshettek akár másmilyen állatnyomokat is a természetben, vagy akár az interneten, vagy lehet, hogy a tankönyvetekben is vannak ilyen állatnyomok, de akár ti is kitalálhatjátok, hogy egy-egy állatnak milyen lehet a lábnyoma. Készítsétek el így szivacsból,
csináljatok róla nyomatot, és ha van kedvetek, akkor küldjétek el nekünk. Jó alkotást kívánok hozzá! Sziasztok! És most, hogy már te is tudod, hogy hogy kell szivacsból kacsatalp nyomatot készíteni, felelj a 7 kérdésére. Mi a jelentősége Békés Csabán az artézi kutaknak? Írd meg a választ hozzászólásban.